Kalkilia város egyik fő utcáján vagyunk, Cisziordániában. Először vagyok itt életemben, úgyhogy dolgok eléggé másképp néznek ki, mint amire számítottam, mert a legtöbb arab város itt Cisziordániában is nagyon zsúfolt és zajos és rendetlen. Itt igencsak nagy rendet találtam. Az autók az útszélén parkolnak, és nincs dupla parkolás. Kevesebb a dudálás, kevesebb a zsúfoltság, nem tudom mi ennek az oka, de sokkal nagyobb a rend. Mikor ideértem, kerestem, hogy hova kell menjek, és megálltam az útszélén, valahol, ahol nem szabadott volna megálljak. Körülbelül fél percen belül megjelent mellettem egy rendőr, és eltessékelt engem onnan, de nem csak úgy eltessékelt, hanem megállította a forgalmat és segített kiállnom abból a helyből, ahol voltam. Nagyon udvariasan köszönt és elbúcsúzott, nagyon meg voltam elégedve. Na most ugye az izraeliek közöttetek, akik ismerik az itteni telefonvállalatokat, ugye a Cellcom, meg a Orange, meg a telefonvállalatokat, hát Cisziordániában két másik további vállalat működik, illetve az ő saját vállalataik. Az egyiket úgy hívják, hogy Watania, aminek itt láthatjátok a helyi üzletét. A másikat úgy hívják, hogy Joal. A Joalnak az üzletét azt bejebb láttam a piac mellett, nem tudom, hogy most visszamegyek-e oda és megmutatom, vagy pedig elhiszitek nekem. Csodálkozásomra, például Jenin városában a Cellcom cég alig ad térerőt, alig tudok onnan általában telefonálni. Csodálkozásomra itt nem csak, hogy probléma nélkül van térerő, hanem iszonyatosan gyors, negyedik generációs az internet. Az előbb feltettem egy képet, meg egy videót a Facebookra, egyáltalán a telefonomat kattogtatom a Facebookon keresztül, repül. Az igazság az, hogy amikor a helyieknek mondtam dicséretképpen, hogy milyen klassz, gyorsan megy az internetjük, akkor szájukat húztak és azt mondták, hogy ez nem igaz, de ezek szerint ők kevésbé vannak megelégedve a dolgokkal, mint én. Szerintem nagyon gyors volt. Természetesen a szokásos dolog, hogy a város központjában a számítógép mellett éppen egy biciklijavító műhely találunk, és mellette lehet egy kórház, és mellette lehet akármi más, nincsenek elválasztva helyek téma szerint városszéli vagy városközponti, mit tudom én, hogy mondjam, szempontból. Amint látjátok, azok, akik Izraelben voltak már, és akik ismerik egy kicsit a helyi helyzetet, az autóknak itt nem az ismert sárga háttérben fekete a rendszáma, hanem fehér háttéren zöld a rendszám, ez a palesztin rendszámrendszer. Itt a palesztin területeken háromféle fő rendszámtábla van. Ezek a zöldek, amik a magánautóknak a rendszámtáblái. A piros betűsek, megint csak fehér háttérben, azok a taxik és az állami autók. És a rendőröknek, most már nem vagyok benne biztos, azt hiszem, hogy fekete hátterű, már nem emlékszem pontosan. Most keverem egy kicsit, úgyhogy nagyon okos akarja. Bocsánat, a taxiknak zöld háttérben fehér rendszámuk van, mint ennek a srácnak. Na jó, akkor összekevertem, ne haragudjatok. Legközelebb pontosabban utána fogok nézni, és tisztességesebben el fogom nektek mondani, hogy melyik rendszám mit jelent. De a lényeg az, hogy azoknak, akik megpróbálnak mondjuk Palesztinában ütteni, mintha az nem létezne, tessék parancsolni, Palesztina a teljes közepén állok, a helyi hatóságok mind megtalálhatók itt a rendőrségtől, a városházaig, mind saját kormányzat alatt van, látjátok a rendszámrendszerek is mások, autórendszámai, úgyhogy Palesztina az egy létező tény, nem egy politikai vélemény. Az árak itt eszméletlenek. Még nem tudok felocsúdni, hogy milyen árak vannak. Például biztos ismeritek az utcán pénzbedobós kávéautomatákat. Itt az előbb láttam az egyik boltban, kérem szépen egy pohár, egy csésze kávé, egy
egy az egy sékelbe kerül, ami körülbelül 80 forintnak felel meg. Úgyhogy az árak egy icipicit olcsóbbak. Ami érdekes, hogy amik Izrael által felügyelt árak, mint például a benzinár, az de egyáltalán nem alacsony, sőt, Izrael területén sok az akciós áru benzinkút, itt nem láttam ilyet. A legtöbb benzinkút az teljes áron működik. Én nem tartok Vatania vagy Joe a telefont, de ha jól tudom, akkor ez egy kicsit olcsóbb, mint a mi telefonjaink. Itt van egy Joe állos cég apropó a háttérben. Csodálkozásomra az autók is aránylag modernek, ha megnézitek, az embereknek nincsenek olyan régi autói, mint amire számítottunk volna mindenféle ocskarozogó autókat. Egészen normális autóik vannak. Lehet, hogy ez akár kilő egy kicsit gazdagabb embereknek a városa, nem tudom, majd utána fogok nézni, elég érdekes, de hogyha megnézitek az autókat. Mind eléggé jól néz ki, és nem néz ki olyan nagyon-nagyon öregnek, nem sokban különbözik az Izraelben talált autóktól. Se korban, se fajtában. Akivel idáig beszéltem, azok tanult emberek voltak, azok mind tökéletesen beszéltek héberül, és ezért nem tudom még az összehasonlítást megadni, hogy az emberek mennyire tudnak itt héberül. Mondjuk az idősebb emberek valószínűleg jobban tudhatnak héberül, mert valaha, amíg egészen 1998-ig az itteni lakosok mindenféle engedély szüksége nélkül be tudtak menni Izraelbe dolgozni, és gondolom, hogy azok a férfiak, akik Izraelben dolgoztak, azok tökéletesen beszélnek ivritül, de ezek már olyan férfiak lesznek, akik egy kicsit idősebbek. Farsába nagyon közel van ide, szerintem talán 15 km vagy még annyi sem, majd utána fogok nézni. Úgyhogy ez nem volt probléma addig, amíg nem volt engedélyes rendszer egy embernek bemenni és oda dolgozni. Ma már nem lehet csak úgy besétálni. Egy kalkiliai lakosnak engedélye kell legyen az izraeli munkavállaláshoz. Egyébként érdekes dolog, hogy több ilyen munkaközvetítő vállalatot láttam itt a városban, akik azt hirdették, hogy a helyi lakosoknak izraeli munkavállalási engedélyt tudnak intézni. Akinek nincs munkavállalási engedélye, annak nem szabad Izrael területére belépni. A város, tehát a Cisjordania rész és Izrael között egy teljes mértéken határ, nem is tudom, hogy határ van gyakorlatilag, attól függetlenül ez nem pont két ország, de ez gyakorlatilag két ország, elvileg nem két ország. Teljes mértékben határ van, a bejövetel nem volt probléma, mert a ittenieket, tehát ez nem volt ellenőrzés, amikor bejöttünk, attól függetlenül, hogy néhány száz méterrel a határ után egy palesztin rendőr jeep állt, és a kollégámat megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy az ott áll, mint kiderült, azok a vámnak és az adóhatóságoknak a küldetteiként maradtak ott, ellenőriznek autókat, hogyha áthoznak árut, akkor a megfelelő iratok vannak ehhoz csatolva. Izrael és Palesztina között ma, ha áruforgalom van, az nem a sima cisziordániai belső vagy izraeli belső áfásszámlával megy, hanem vannak úgynevezett különös áfásszámlák, a Palesztinába eladott árut úgy hívják, hogy P számla, és az Izraelnek eladott számlákat úgy hívjuk, hogy I számla, tehát I számla gyakorlatilag, ami abban segít, hogy a két gazdaság közötti áfa és szerintem csak áfa bevételek egyenlegéről tudjanak elszámolni a két gazdaság. Tehát gyakorlatilag ez már két gazdasági tömb, a palesztin adórendszer külön működik, az izraeli adórendszer külön működik, az áfa ugyanolyan léptékű, mint az izraeli áfa, tehát 17%,
A jövedelemadót nem tudom. Ne haragudjatok, utána fogok nézni, mert most arra gondoltam hirtelen, hogy nem is tudom, hogy a palesztinai jövedelemadó az ugyanolyan lábú, vagy nem. Tudod mit? Meg fogok valakit kérdezni. Ez nem hasonló. Tarifat el dafel, a palesztin, húzzéj, tarifat el dafel, iszraeli, napszil isi? La? يعني اذا واحد عنده ماش 5000 شيكل هون و5000 شيكل راد ضريبه الدخل الفلسطيني 15% ضريبه الاسرائيلي 17% اكثر غاد و شكرا 2% تاعك اكثر ازك سنت نم تاعك نم 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 يج نم اج فورما از ادو megkérdeztem itt embereket, hogy ez különbség van az adóatok között. Hát nem tudom, hogy ezt hogy számolják el, de én ezt nem tudtam. Én azt hiszem, hogy egyenlő adólábak vannak. Hát mondjuk ez egy kicsit logikus is, mert a palesztinai fizetések és a bevételi szint sokkal alacsonyabb, mint az izraeli. Sokkal kevesebbet keresnek itt az emberek, főleg az állami dolgozók sajnos, mert ugye azért a palesztin szervezetek azok sokkal szegényebbek, a palesztin állami hatóságok, mint az izraeli állami hatóságok. Én tudom, hogy annak idején beszéltem orvosokkal Betlehem környékén, és tudom, hogy nagyon-nagyon vacak fizetésük volt. Mondjuk a megélhetés is sokkal olcsóbb itt, mindennek az ára sokkal olcsóbb. Tudjátok például Magyarország példája alapján, hogy az, ami helyi készítésű, azt meg lehet venni olcsón, de ami nemzetközi dolog, ott nem nagyon nagy a különbség. Tehát az autót, vagy a mobiltelefont, vagy az egészségügyi berendezéseket, hogyha a külföldről hozza egy cég, vagy egy ember, akkor is, hogyha a helyi profit alacsonyabb, akkor is nagyon drágán kell megfizetni. Általában azt mondják, hogy az életszínvonal itt sokkal alacsonyabb, mint az izraeli araboknál. Általában az a hozzáállás itt az izraeli arabokhoz, hogy ők gazdag emberek. Tehát akárki jön egy izraeli arab, arra rögtön azt fogják gondolni, hogy te gazdag vagy. Nem tudom, hogy erre mit mondjak, természetesen valószínűleg így van. Most nekem mennem kell, úgyhogy... Állán Csabáb, kép Hálko. Gyerekek nagyon érdeklődtek, de már beszélgetni, ugye ezt kicsit szégyellik magukat. Egyébként nagyon udvariasak itt az emberek, nagyon udvariasak. Arra számítottam, hogy bámulás, nagy bámulás lesz, amikor a váligérő hajammal és a kék szememmel és a számukra furcsán hangzó magyar nyelvvel itt a város közepén megjelenek és videózok és beszélek, de az emberek 90%-a rám se hederít, pedig nincsenek turisták. Mindenki a saját dolgával foglalkozik, egy-két ember, főleg a fiatalabbak rám mosolyognak, hogy vagyok, vagy szalámmal, tehát jó napottal közlennek, és kész. De nem volt a sokszor araboknál ismerős ragadós viselkedés, hogy odajöttek volna, hogy honnan vagy, mi vagy, ki vagy, gyere a boltomba, vagy az egész ilyen, mit tudom én, jeruzsálemi óvárosi piacon ismert viselkedést nem láttam. Nagyon nyugodtak az emberek, ahhoz képest, amihez hozzá vagyok szokva. Hát körülbelül ez az első benyomásom, aztán majd még meglátjuk. Na, sziasztok!